Ugye 62, sőt már 60-ban is már rendezett, tehát már előtte is rendezőként is csinált filmeket, de nagyjátékfilmet 1968-ban először. Mikor jutott először eszébe, és miért, hogy nagyjátékfilmet is készítsen, miközben ön volt akkor már 6 nagy fontos filmnek az operatőre. Tehát, hogy mikor és miért gondolta, hogy nagyjátékfilmet is szeretnek csinálni? Tulajdonképpen még a főiskolán indult el valami, már nem az, hogy majd játékfilmet fogok rendezni, hanem a főiskolán ugye mindenfélében voltak úgynevezett rostavizsgák. Ez azt jelentette, hogy a társaságot mindig megrostálták és kiszedték belőle azokat, akiket nem tartottak igazán jónak, tehetségesnek. Így például, amikor én 53-ban jelentkeztem, akkor volt több mint 600 jelentkező csak operatőrnek, abból fölvettek 10 embert, és mi tulajdonképpen az első év végére, tehát fél évkor és év végén volt rostavizsga, maradtunk 10. És már közben, évközben, meg utána főleg, én elkezdtem, hárman voltunk egy osztályban, hogy és mindig a filmjeinket a rendezőkkel közösen, tehát a velünk együtt egy évfolyamban járó rendezőkkel készítettük. Na most, hogyha a rendezőnek olyan volt az elképzelése, ami képre alapult, vagy volt valami köze a képhez, a filmhez, hát akkor az operatőr tudta mutatni, akkor tudott brillírozni, hogy ő milyen. Hát ha nem, akkor már ez nehéz volt. Úgyhogy mi azt találtuk ki, hogy hadd csinálhassunk mi a rendezőktől függetlenül saját magunk is ilyen vizsgafilmeket, akkor mind a két felelősség, az a fényképezés is, meg a rendezés is, a kitalálás is a miénk volt. Tehát tulajdonképpen innét indult ez. És aztán ugye a 60-as évek elején a Balázs Béla stúdió, amikor megalapult, szintén ebből a fiatal társaságból, meg az utánunk jövőkből, ott is mindig mindenki mindent csinált. Tehát mi egymás számára voltunk rendezők, operatőrök, vágók, asszisztensek, tehát a film egészével foglalkoztunk állandóan. Úgyhogy ebből következett, hogy ha az ember olyan témával, vagy az embernek olyan ötlete, vagy elgondolása volt, amit hát akkor az szélszerű volt megcsinálni, ugye, hogyha nekem is egyszerű volt, hogy nem kellett ehhez az elképzeléshez egy rendezőt keresni, nem tudtam, hogy mit akarok, és akkor hát fölvállaltam ezt is. És maga a téma, tehát ez ugye részben önéletrajzi elemekkel átszőtt film, de hogy maga a téma, tehát ahogy ezt a filmet akarja megcsinálni, az mikor jutott eszébe először? Tehát hány évig tartott, amíg elkészült a forgatókönyv, és hát aztán majd a többiről később beszélünk. Hát olyan gondolom, hogy olyan sokáig nem tarthatott, mert ahogy így visszaemlékszem, hogy a 62-ben volt a Cigányok, 67-ben volt a Vízkereszt című rövidfilm, ami már kicsit ilyen előtanulmánynak is számít, vagy számíthatott ennek a játékfilmnek, hát akkor tájt, hogy ebben van annyi, abban az életanyagban, hát abban arra ugye egy-két évről szól ez a film, ami saját, mint hogy szó volt róla, valóban önéletrajzi jellegű, tehát arról az egy évről szól, amikor engem nem vettek föl a főiskolára, és aztán, hogy fölvettek, hogy közben mi történt. És itt voltak olyan drámai események, amelyek elbírtak egy filmet, ugye, mert van benne az első rész az egy internálás, a fiú apjának az internálása körül forog, a második rész az egy geodéziai fölmérésen, tehát ahol a parasztokkal való kapcsolatról lehet beszélni, tehát TS szervezés, stb. Harmadik rész pedig a cigány problematika. Ez szinte önmagában egy is elég lenne, sőt volt egy olyan filmrendező
kollégám, aki azt mondta, hogy kár volt ezt a három dolgot egy filmbe besűríteni, mert akár három filmet is lehetett volna erről készíteni. Tehát így alakult ez. A forgatókönyvet már hárman írták, a Stóri Sándorral és Kósa Ferenccel, és ebbe a formába adták be a stúdióba, és hogy fogadták? Mert azért pontosan emiatt, hogy teli van olyan tabu témákkal, amelyek még 67-ben, amikor gondolom beadta a forgatókönyvet, még bőven azok voltak. Hát mondjuk a lényegét, vagy hogy miről szól, és nem tudom én milyen jeleneteken keresztül, tehát meg az egésznek a szerkezetét, azt én eleve kitaláltam. Most az, hogy hárman jegyezzük, az azért van, mert ugye egy filmben sajnos gondoltam én akkor is, néha gondolom ma is, egy filmben beszélnek is. Most is amennyire én jól emlékszem képekre, ugyanolyan rosszul emlékszem dialógokra. Tehát egy dialóg, vagy egy jó dialóg létrehozása nekem biztos egy-két napba beletelt volna, míg képet azonnal tudok csinálni. Viszont a két barátom, Csóri vagy a Kósa, azoknak egy dialógot megírni, ők azonnal tudnak, úgyhogy gondoltam, hogy hát őket minden, meg egyébként is más szempontok miatt is, hogy őket be kell vonni ebbe a forgatókönyvírásba, tehát azért jegyezzük ezt hárman, és azért van ez így. És mit szóltak a stúdióba a forgatókönyvhöz? Tehát rögtön az elejétől voltak már problémák, cenzúr? Nem voltak. Ugye hát maga most a cenzúrára gondol, de hát mi, mivel a stúdióba átszúztuk a Balázs Béla stúdió szellemét, ahol mi saját magunk döntöttük el egymás között, hogy mit fogadunk el, miből készüljen film, ez a stúdiókban is még érvényesült. Tehát az igazi cenzúra az, amikor kész lett a film, az akkor kezdődik. Az elfogadásnál. Akkor most maradjunk egy picit ennél a témánál, hogy azt, ha elmesélné, hogy ott milyen változtatásokat akartak, mi volt az, amiben nagyon belekötöttek, tehát az elfogadás után a politikai cenzúra, gondolom én. Hát, hogy mondjam csak, hogy is volt. Inkább elmondok egy kis történetet, hogy írtuk a forgatókönyvet hármasba, és van egy jelenet, amikor egy nyomozó, van egy görög partizáni szerepel ennek a filmben, akit a magyar parasztok agyonvernek, és nyomoznak utána, hogy mi történt. És egy ilyen geodéta csoporthoz, ahol a fiú dolgozik, és van egy műszaki rajzoló is, és lemegy egy nyomozó, és ezt a műszaki rajzolót egy idősebb férfi, ezt is elkezdi faggatni, és többek között fölteszi azt a kérdést, hogy szerintem elvtársnak vannak külföldön rokonai? Ez a rajzoló mondja, hogy igen, van egy testvérbátyám Jugoszláviában. Erre rögtön lecsap, hogy akkor jugoszláv titó láncos kutya volt. Jugoszláviában. És miért ment oda? Azt mondta, hogy nem ment, ott született. Na most mi, amikor ezt úgy kitaláltuk, halálra nevettük magunkat, ugye, mert szó nem lehetett, mert a hivatalos felfogás az volt, hogy titó láncos kutya, meg aki ott van, az is mind láncos kutya, meg arról se lehetett beszélni nyilván, hogy volt egy Trianon, ahol is ezt a részt elcsatolták. Hát mondták, hogy ez nem megy, úgyhogy az egész filmben is baj volt aztán, amikor elkészült, de ezzel különösen, mert ezt a részt újra kellett forgatni. Hát ilyen ártatlan kis vicc volt, meg ma már az ember még el sem mosolyintja magát rajta, de akkor úgy jó jött volna. De nem ment. És a Rajperről akkor már, mert hát elég nyíltan, hát ott a rádiót hallgatják, hát arról már akkor lehetett... Nem lehetett, ebbe valóban volt egy csomó, tehát maga az internálás ténye, hogy egy szöges drót, meg egy torony, ahol őrzik az internáltakat, akkor a Rajpernek a beemelése. Hát ezek elég, akkor a cigányokkal való bánásmód, ugye? Ez, hogy mondjam, végső fokon aztán vagy azt mondják, hogy semmit nem fogadnak el, vagy elfogadják úgy, ahogy van, mert nem annyira szerves volt azért végül is ez, hogy nem lehetett kioperálni csak úgy.
ezt vagy azt, vagy amazt. Egy ilyen kis jelenetet önmagában, igen. Hát igen, ott van az a jelenet, de az úgy, ami megmarad belőle, az is elég kemény, azt majd meg fogják látni, de... amikor a főszereplőt behívják, igen, és arról faggatják, hogy ott volt-e, amikor megölték a de az is lehet, hogy mert egy évig volt dobozva a film, és mindenféle tárgyalások voltak. Lehet, hogy ez is segített, mert akkor a cenzorok is úgy érezhették, hogy ők is elvégezték a feladatukat, mert lám az egyik jelenetet kivették, azt újra kellett forgatni, tehát a többi felett meg talán szemet hunytak, úgyhogy azért volt egy ilyen összekacsintás is. De hát igazából, tehát ezt ugye 68-ban még a bevonulás augusztus előtt már kész volt a film. Igen. Tehát akkor, igazából akkor utána keményedett be, tehát ez egy viszonylag jó pillanat lehet. Volt, gondolom, ez a 67 éppen a reformok és egy a pici lazítás miatt, úgyhogy lehet, hogy nem tudta volna megcsinálni, akár egy évvel később se. Na most mi volt az, amin változtatnia kellett? Hát erre a jelenetre mondjuk határozottan, én másra nem igen. A vége? Ja, a vége. Ja, bocsánat. Igen. A vége. A vége. Igen, hát a vége egy cigány telepen játszódik, ahol ilyen borzalmas, hát elég szörnyű, megalázó körülmények között fertőtlenítik a cigányokat, és a film fő szereplője az én alter egómat, fotografál, fényképeket készít. És hát rendőr is van ott jelen, de nem a rendőr, hanem valaki, mert ez elég gyakran így történik, hogy nem is a hatóság, hanem a hatóságnak fölhívják a figyelmét, hogy nézzenek ma oda valamire. Tehát itt is a filmben is az egyik paraszt szól, hogy hát már nézzék, ez a fiú itten fényképez, hát ebből baj lesz. És a rendőr hát oda megy, el akarja, vagy kéri a fényképezőgépet, a fiú nem adja. Nulakodnak, a fiú elszalad a fényképezőgéppel, ugye hát viszi a bizonyítékokat, és az eredeti elképzelés szerint utána lőnek a fiúnak. Na, ez nem ment. Ugye a magyar rendőrség csak úgy lövöldöz, úgyhogy utána lövés nincs. Van egy ilyen fa kidőlés, meg aztán az egész film végül is, hogy menjen, egy kerettörténetet kapott. Ami kicsit azért gyöngít a filmen, mert a kerettörténetben az van, hogy azt lehet kihámozni, egy jelenetet forgatnak, egy olyan jelenetet, ami a filmben már megtörtént, csak ugye itt kvázi rekonstruálják, másokkal, nem az eredeti kell, hanem színészekkel a színészeket, nem bonyolultan adom elő. Tehát a lényeg az, hogy az ábrázolódok itt, hogy mindezek dacára, ami itten történt, meg ahogyan történt, lám ez a fiú mégis elvégezte a főiskolát, mert imé forgatja az első filmjét, és lám ugye még a hatóság is, vagy az állam is olyan, hogy az állam pénzén, hát az állam számára kellemetlen dolgokat is ki lehet mondani, tehát kapott egy ilyen kerettörténetet ez a film. Hát ez volt túl azon, hogy kivettünk belőle, de ezzel úgy gondolták, hogy most már az elfogadható az egész. De sajnos az a baj, hogy kicsit múlt időbe került a dolog. Ezt hát, utólag kellett leforgatni ezt persze, a jelenet? Persze, hát ez egy évvel később. Persze. Aha. Persze, hát kész volt a film, és nem is... És ott ért véget, amikor a főszereplők szalad el a... Igen. Ugye, hogy viszi a... Na most, hát ez egy kényes téma, ez a bizonyos cigány jelenet, ami nem meglepő magától, mert hogy 62-ben megcsináltam a Cigányok című dokumentumfilmet is, ami akkor az első volt egyáltalán, amelyik ezzel a témával meg főleg így foglalkozott. Na most ebben a filmben viszont még sokkal erőteljesebb ez a cigány kiszolgáltatottság meg. Na most akkor ezzel kapcsolatban mi volt valami kifogás a cenzúrának? Nem, ezt engedték? Nem, az lement ugye, hogy fölvettük ezzel a
bizonyos történet, uh-huh. hogy ez már ugye még az 50-es években történt, még Rákosi alatt, tehát nem Kádár alatt, hanem Rákosi alatt, úgyhogy ezzel nem az ő bűnük volt. Valójában a filmnél ugyan, tehát egészen pontosan lehet tudni, hogy mikor játszódik, mert az elején ott van, igaz, gyorsan eltűnik a felirat az állomáson, hogy a dicső Szovjetunió és a nagy Sztálin küldöttségét üdvözlik. Aztán utána ugye a Rajkper, meg ki is mondatik, hogy 1949-ben, de ettől függetlenül, tehát az egésznek van egy olyan, meg a TSS-ítés, de hát mondjuk a TSS-ítés az kétszer volt. Igen. Egyszer akkor, másodszor meg. Az 50-es évek, igen. Tehát, hogy igazából, valaki nem figyel ezekre a dolgokra nagyon, akkor gondolhatja azt is, hogy ez nem 50-es évek film, hanem 60-as évek film. Ezt akkoriban maga hogy gondolta? Tehát, hogy nem csak az 50-es évekről szól természetesen, hanem a 60-as évekről. Hát eleve úgy, hogy ez jelen idejű a film, mondom, ez a keret történet tette vissza egy évtizeddel aztán valójában a filmet. Most ugye, bár előtte rendezett már, de hát kisfilmeket, itt viszont rendezőnek és operatőrnek egyszerre kellett lennie, hogy ez milyen, tehát egy ilyen nagyjátékfilmnél ez milyen, tehát hogy tudta ezt megoldani? Történetet mondok el. Forgattunk a Tiszaparton, és a Debrecenben volt a szállásunk, mert az volt a legközelebb. De hát ez azt jelentette, hogy minden reggel másfél-két órát kellett utazni Tiszagáton, dülőutakon, amíg kiértünk a forgatás helyszínére. És egyszer egy reggel fölébredek Debrecenbe, a Bika szállóba, és őrületes csend van. Hát ez filmeseknél elképzelhetetlen, hogy kora reggel ilyen csendben legyenek. Hát kiderült, hogy az egész nap mindenki elment, elvonultak. És én ott voltam egyedül a szállodában. Két óra múlva vagy jött vissza a gyártásvezető, rohanva, isietve, és akkor mondtam neki, hogy ide figyelj, Lajosnak hívták a gyártásvezetőt, mondom, ide figyelj, Lajos, az rendben van, hogy a film rendezőjét itt hagyjátok a Bika szállóban, de hogy az operatőrt is itt hagyjátok, az már nem megy, mert rendező nélkül még valahogy az operatőr összehozzák a filmet, de anélkül már ez nem megy. Tehát ennek van, na, félretéve a tréfát, van jó oldala is, van rossz oldala is, a jó az, hogy nem kell magyarázni, meg nincs áttétel, hanem tudom, hogy mit akar a rendező, az operatőr, meg a rendező meg tudja, hogy mit akar az operatőr, de a felelősség természetesen megnő. Tehát itt is voltam olyan helyzetben, hogy egy jelenet nem akart összeállni valahogy. És az első asszisztens az jött, de Sanyi, hát mi van? Hát nem látod, hát úgy rossz ez a jelent, ahogy van, ez nem áll össze. Szóval nem rossz ez. Most, és akkor én visszagondoltam, hogy annak idén, hát ugye nem sok filmet, de már forgattam egy-két játékfilmet, amikor a kamera mögött voltam. Tehát az a rendezőnek az első segítője vagy észrevevője az operatőr, aki ott áll a kamera mögött és nézi a jelenetet. És itt is gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha még mögöttem, most mint rendező vagyok, de mögöttem még ott volna egy olyan képességű operatőr, mint jó magam, elnézést. Tehát néha ez nem ártana. De hát ezt magának kellett megoldani mind a hát két feladatot. Igen. Na most, mi volt a filmnek a további sorsa? Tehát hogy fogadták itthon, és ha jól emlékszem, akkor Cannes-ban is volt. De az az érdekesebben, ugye, hogy manapság, ha neveznek egy filmet, és ez a magyar film rangját jelenti, ha már csak jelölik egy fesztiválra, akkor már abból nagy hírek vannak. Itt pedig abban az évben két magyar játékfilm volt a hivatalos versenyben, tehát abban mennyi szokott lenni? 13, 16, 16. Tehát két magyar játékfilm volt ebben benne. A Feldobott kő és a Miklósnak, Jancsónak a
ifjú Lázadó. Fényesszelek? Fényesszelek. Ja, Fényesszelek. Úgyhogy ott... És sikere volt a... Sikere volt a filmnek. Sőt, bomba sikere is volt. És már azon töprengek, hogy nehogy összekeverjem egy másik filmmel. De a lényeg az, hogy két magyar játékfilm is szerepelt ezen a versenyen. A Hungara film akkori vezetője egy szamárságot is csinált azért, mert a filmvetítés után mindig ott fönn a nagy palója, a régi, mit hívják van, fesztiválpalota, erkély volt, ilyen nagy fogadáson, újságírók jöttek, minden csoda, és hát dicsérték a filmet, és én elkaptam egy dialógot, pedig jó hiszem, mondta nyilván szegény Hungarofilm vezetője, akkori vezetője, hogy mondta, hogy hát jó, hát ez a film is, de majd nézzék meg a Jancsó filmet. Most én a szabadságot nem szabad csinálni, azt kell mondani, hogy ez jó, de az is nagyon jó. Úgyhogy díjat nem kapott a film. De olyan szó se. Egyik sem. De, hát ha itt úgy dicsérik a filmeket. Hanem a Kenzeller realizatőr szekcióba ott kaphatott volna díjat. A szelíd motorosok biztos ismerik néhányan azt a filmet is, az kapott akkor díjat. De hát ott is abban is magyarok voltak, úgyhogy el lehetett viselni Kovács Laci, Zsigmond Vili filmje. Mikor látta utoljára ezt a filmet mostanában? Hát látni láttam. Ja, mert mint operatőr muszáj volt nézegetni, hát, amikor felújították. Igen. Én csak azt akarom kérdezni, hogy... Felújítás, de az nem igazi nézés, mert ott a hang nélkül megy, aha, meg közben beszél, aha, az ember. Úgyhogy majd egyszer megnézem. Csak azért azt szeretném kérdezni, mert én most délután megnéztem még egyszer, mert én is sokszor láttam, és én úgy éreztem, hogy... Tehát, hogy nem nagyon tudnék, igen, hogyha bármit is másképp csinálni benne, hogy az csak azért lennék kíváncsi arra, hogy maga hogy gondol vissza erre a filmre, hogy ha ma csinálhatná, akkor mi lenne esetleg az, ami... Lőnének a filmbe.